távon biztosított. A több mint 200 főt foglalkoztató Digbuild Kft. Kinőtte régi gyulai telephelyét, ezért egy teljes körű felújítás után új helyre költözött. Az új épület helyt ad a cég irodáinak, egy oktatásra alkalmas teremnek, valamint 6 apartmannak is. Az az igazság, hogy az előző épületünket kinőttük, és itt az első emeleten van az irodánk, meg a tárgyalónk, ahol oktatást is végzünk. A felső szinten, a második szinten van 6 darab apartman, lent pedig egy raktár tér van, és egy új mosodát szeretnénk kialakítani. Ki is van már alakítva, csak a gépek hiányoznak. Jó magyar szokás szerint mi is vártuk a pályázati pénzeket, de sajnos ez a térség ilyen gépekre nem lehet. Tehát önerőből megpróbáljuk létrehozni, mert kinőttük a mostani kapacitásunkat. A cég a mestervizsga után maga is elkezdte az OK és takarítók képzését, valamint a tavalyi évben 8-an végeztek ebben a szakmában felsőfokon a Református Egyház főiskoláján. Hát már elég régen elkezdtük, tehát Magyarországon, ahogy említettük, van 60 mester, meg van egy Matisz szövetségünk, és ezen keresztül ugye megindult a képzés. Tehát most már hál' Istennek eljutottunk odáig, hogy régen ilyen betanított munkások voltak, és most már OK és takarítók szakmunkásokká váltak. És most már ma, és ebben a szezonban, vagy tavaly ősszel végzett 8 felsőfokú takarító is a Református Egyházon keresztül a főiskoláján ment a képzés, tehát elindult ennek a szakmának a felnövése. Hát gyakorlatilag Svájcban, Németországban már 80 éve hivatalos takarítók dolgoznak. A cég országszerte 48 helyről gyűjt be szőnyegeket, melyet tisztítanak, majd visszaküldenek, valamint további fejlesztéseket is terveznek a jövőben.